Köszöntöm Önöket a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ értelmi fogyatékosok napközi otthonának felújítását lezáró rendezvényen. Külön köszöntöm F. Kovács Sándor urat, miniszteri biztost, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Dr. Fazekas Sándor urat, földügyi kormánybiztost, korábbi földművelésügyi minisztert. Kun Csilla asszonyt, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét. Valamint a városi, a megyei és az országos közigazgatás képviselőit, a város és a térség szociális intézményeinek képviselőit, a város és a térség szociális területekkel foglalkozó civil szervezeteinek képviseletében megjelenteket, és a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának dolgozóit. Felkérem Kun Csilla asszonyt, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézményvezetőjét beszéde megtartására. Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek! Nagyon örülök, illetve örülünk kollégáimmal együtt, hogy a mai napon itt lehetünk. Őszintén el kell mondanom, hogy régóta vártuk már ezt az alkalmat, hogy egy új környezetben, egy olyan épületben tölthessük napjainkat, amely a mai kor követelményeinek, illetve az előírásoknak is megfelel. Az értelmi fogyatékosok napközi otthona, közismert nevén az Énó, 1989. október 1-jén nyitotta meg a kapuit szülői kezdeményezésre, azzal a céllal, hogy biztosítsa az iskolából kikerülő gyermekek és fiatalok részére a nappali felügyeletet. A napközi önálló intézményként 20 férőhelyen 11 fő taglétszámmal kezdte meg működését a Püspökladányi úton, a valamikori bölcsöde épületében. Ezt az épületet 1930-ban építették, eleinte lakóépületként szolgált, majd azt követően az 1970-es évek közepéig bölcsödeként üzemelt. A napközi otthon az indulással egy időben költözött be az épületbe, melynek átalakítására, felújítására sajnos nem került sor, így tárgyi feltételei nem voltak megfelelőek. Ezért csak határozott idejű működési engedéllyel rendelkezett az intézményegység, melynek végső időpontja 2022. október 1 volt. Mindettől függetlenül több mint 3 évtizedet töltöttünk ott, megszámlálhatatlanul sok foglalkozást, programot szerveztünk, melyek által nagyon sok emlékezetes pillanattal, felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. 7 éve egy újabb színfolttal, a konyhakert művelésével gyarapodott a napközi otthon tevékenysége, melynek eredményeként több országos díjat is elnyertünk. A napközi otthon életében 3 fontos időpontot említhetünk meg. 1995-ben az addig önállóan működő Énó a családsegítő és gondozási központba integrálódott, majd 2008-ban az intézmény kistérségi fenntartásba került, így az Énó azóta is a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretén belül végzi tevékenységét. Működési engedélye 2009. februárjáig Karcagváros közigazgatási területére terjedt ki. Azt követően azonban a működési engedély módosításra került, és jelenleg az ellátási terület a kistérség teljes egészére szól. Napjainkban már Kenderesről, Kisújszállásról is járnak ide fiatalok. És a mai naptól a felsorolás egy újabb időponttal egészül ki, nevezetesen 2022. szeptember 1-jel, amikor is az intézmény módosított működési engedélyében telephelyként már ennek az épületnek a címe szerepel,
határozatlan időre szólóan. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő 30, 40 vagy akár még több évet is ebben az épületben töltheti itt a napközi otthon. Itt szeretnénk köszönetet mondani, illetve szeretnék én is személy szerint köszönetet mondani Karcag város önkormányzatának, polgármester úrnak, a képviselőtestület tagjainak, hogy lehetővé tették számunkra az új telephely birtokba vételét. Köszönöm Molnár Pál igazgató úrnak és a városgondnokság dolgozóinak folyamatos segítségét, Antal János úrnak felajánlását és munkáját az udvar rendbetételére vonatkozóan, amely még folytatódik természetesen, és mely által tovább tudjuk majd folytatni konyhakerti tevékenységünket is. Köszönjük a Dola General Kft.-nek, Dobrai Imrének a kivitelezési munkálatokat. Köszönöm a kollégáim segítségét, és természetesen a szülők, törvényes képviselők megértését, támogatását. Végezetül, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal hatósági főosztály, szociális és gyámügyi osztálya vezetőjének, dr. Hajdú László Lajos úrnak és kollégáinak segítő támogatását, türelmét, melyet az elmúlt években nyújtottak felénk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítségét, támogatását. Köszönöm szépen. Köszönöm Kuncsilla intézményvezető asszony gondolatait, és felkérem Szepesi Tibor városvezetőt, szóljon a megjelentekhez. A testi vagy szellemi hátrány önmagában nem fogyatékosság, csak mások hozzáállása teszi azzá. Tehát az, ahogyan sérült embertársainkhoz viszonyulunk. Akkor tudunk tenni a legtöbbet, ha felismerjük azt, hogyha mások is vagyunk, de egyformák. Tisztelt képviselő urak, főosztályvezető úr, Esperes úr, tisztelt kivitelező képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, kedves dolgozók, és úgy látom, hogy a gondozottak közül is vannak itt néhányan, nagy szeretettel köszöntöm őket is. Valóban egy ünnepi alkalom ez a mai nap, hiszen ahogy az előzőekben is elhangzott, egy új épületbe költözhetett egy olyan ellátási forma, ahol a sérült embereket tudjuk gondozni, ápolni, minden napjaikat szebbé és jobbá tenni. Egy olyan épületből költözhettek ide a mai napon, amely kiszolgálta az előző éveket, és kiszolgálta azt az időt is, amikor maga az épületnek a korát gyakorlatilag már nem lehetett tovább javítani, nem lehetett tovább húzni. Én nagyon köszönöm főosztályvezető úrnak, munkatársainak azt a türelmet, megértést, amellyel irányunkba, a város irányába, az intézmény irányába voltak, hiszen Karcagváros önkormányzata folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, az előző városvezetés és a mostani önkormányzat is, hogy hogyan tudja megoldani az értelmi fogyatékosok napközi otthonának az elhelyezését. Ez a hosszú keresgélés ugye ebben az évben vált realitássá, hiszen az intézményi épületek átszervezésével, az intézményi élet átszervezésével, összevonásokkal, csoportátalakításokkal vált lehetővé az, hogy egy olyan épület, amelyben most is vagyunk, fölszabadult és lehetőséget teremtett arra, hogy az értelmi fogyatékosok napközi otthona, az ÉNO egy méltó és megfelelő 21. századi körülmények közé költözhessen. Én nagyon szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik a kivitelezésben közreműködtek, hiszen nagyon gyors és nagyon szakszerű munkát végeztek, hiszen nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre ahhoz, bár tudom, hogy főosztályvezető úr, hogyha kellett volna, akkor még néhány hetet biztos, hogy tud tolni a határozott idejű működési engedélyen, de próbáltuk az időkereteinket úgy felhasználni, hogy beleférjünk ebbe, és az oktatási nevelési évet szeptember 1-től ebben az épületben, megújult környezetben tudjuk elkezdeni. Köszönöm az itt dolgozók segítségét, hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a felújítás után ilyen szép és esztétikus környezetbe kezdődhessen el a munka. Köszönöm azokat a felajánlásokat, amelyeket kaptunk a város lakosságától, a város lakóitól, a szülőktől,
És ahogyan itt előttem is elhangzott, ugye az udvar rendbetétele még folyamatban van, de biztos vagyok abban, hogy nem csak az épület, hanem a környezete is folyamatosan meg fog szépülni. Tisztelt ünneplők, kívánom azt, hogy az új épületben féltőgonddal vegyék birtokba a gondozottak, az itt dolgozók, élvezzék, használják ki az ebben az épületben rejlő lehetőségeket. Kívánom, hogy legyen ez második otthona mindenkinek, aki ide jár és aki itt dolgozik. És hát nem utolsó sorban kívánom az intézmény valamennyi dolgozójának, vezetésének erőt, jó egészséget és munkájukba vetett hitüknek megtartását, sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm polgármester úr szavait. A következőkben emléklapok átadására kerül sor azon személyek részére, akik hozzájárultak az értelmi fogyatékosok napközi otthonának felújításához. Az emléklapokat átadja Szepesi Tibor polgármester, az emléklapokat a következők kapják. Dola Generál Kft. Dobrai Imre ügyvezető úr részére. Valamint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának dolgozói, akik számos területen könnyítették és segítették a költözés fázisait. Antal János, aki az udvar rendezésében vállalt hathatós szerepet. A továbbiakban a felújított épület bejárására nyílik lehetőség. A bejárást követően az esemény véget ér. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, érdeklődésüket, a továbbiakban pedig kellemes napot kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen!